Sziasztok, szép napot! Fejem fölött az ott a plafonon a szellemfény, amely berajogja a kis szobámat. Áldott karantén napot mindenkinek, ez az én kis egyszemélyes karantén színházam. És hát talán tudjátok, akik régebb óta követitek, hogy mióta nincsenek fellépések, azóta úgy gondoltam, hogy fellépek minden áldott nap. Délben és hatkor itt a Facebook csatornámon, Facebook oldalamon, és megosztok veletek egy, két, három írást, ma éppen hármat. A Na, minden napra egy sztoriból, megmutatom, mert nagyon büszke vagyok rá, szép kis könyv, amely egy egyéves kihívásnak az eredménye, amit magamhoz intéztem, tehát hogy minden áldott nap más kis történetkét és más stílusban rakok fel a Facebookra, be van elrendezve szépen naptár formájában, volt olyan akkurátus olvasó is, múlt év könyvhéten jelent meg, és azt mondta, hogy igen, ő most megveszi, dedikáltatja, de január 1-én kezdél olvasni a január 1-i bejegyzéssel. Tehát nem csak úgy össze-vissza. Én nagyon szeretek össze-vissza olvasgatni, nem tudom ti, hogy vagytok vele, novellás kötetet például így olvasok, hogy, hogy elkezdem így a, a, szaftosabb címek alapján így mazsolázgatni kifelé, és amikor már teljesen szitává lőttem, és úgy tűnik, hogy nincs több találat, vagy, vagy nagyon sok már az, amit olvastam, akkor szépen végig megyek a likakon, amiket kihagytam, és hát azokat is elolvasom. Ez nagyon jó mulatság, de nyilván az is ugyanilyen jó mulatság, hogy az ember elkezdi az elején, hogy befejezi a végén, főleg, hogyha maga a szerző állította össze a könyvet, mert akkor valamiféle íve is kell, hogy legyen. No de, hát itt igazából úgy próbáltam berakosgatni a napokhoz, hogy nincs különösebb jelentősége, hogy ez most a február 8-a vagy a június 19 egy bejegyzés, kivéve amikor hát egyes ünnepekhez próbáltam alkalmazkodni a téma tekintetében. Na és most ki is nyitottam rögtön egy olyan helyen, ahol nem, ahonnan nem akarok nektek olvasni, úgyhogy is került összekeverem a kis betűzéseimet. A... <coughs> Bocsánat, igen, könnyök hajlatba, hajlatba gondosan. Szóval az a lényege a, mai felolvasásnak, hogy két olyat szeretnék olvasni. Ugye most nagyon, visszanézve nagyon sok minden más fényben tűnik fel, megváltozik. Tehát arra jövünk rá, hogy bizonyos dolgok a mai világban egészen egyszerű dolgok a közelmúltból lehetetlenségnek tűnnek. Úgyhogy utcán emberek szabadon ezt, azt, azt, azt csinálnak. Utazgassanak, és így tovább. Tehát két olyan szöveget olvasok fel, amelyek a mai világban is, tehát ebben a karantén világban is ö, aktuálisak lehetnek, sőt, nagyon aktuálisak. A másik helyzet, vagy a harmadik élethelyzet az pedig egy kicsit a magyarságunkkal, meg a korábbi, milyenek a magyarok kötetekkel áll még kapcsolatban, és bizony az a helyzet ma már nem állhatna elő. Jöjjön először a házi ezermester kérdése. Én nagyon szeretek barkácsolni, bizonyára köztetek is van, vagy az ismerőseitek között, vagy a családtagjaitok között, akik nagyon szeretnek barkácsolni, de ugye amíg a munka világa fogva tartja az embert, addig minden előbb e, kerül sorra, mint a barkácsolás. E, úgyhogy jöjjön, jöjjön egy ilyen kis elhanyagolt háztartás, amit éppen a mostani karanténban szépen rendbe lehet lak, rakni. Pikpak felfelje, amíg engem látsz, vagyok a férfi a háznál, Megbü cica, szétkapom a szifont, egy vödörbe belemosatom a szutykot, öntöm a kert végébe, aztán ámen. Setpec meg lesz, semmi dugulás, úgy megy le a víz, hogy ihaj. Tudom, akad a kertkapu zárja, néha át kell mászni a kerítésen, nem öröm, de szerencsére a család minden tagja van olyan kondiban. Nem muszáj többé átmászni, megcsinálom én semmi az. Ha egyszer neki látok, kicserélem a körtét a nyolajás kerti lámpában, vége a sötétben botorkálásnak, van is itthon ebbe való izzó, tudom is, hol kettő perc, kihajtogatom a nagy létrát, két csavar ki, körte cserél, két csavar be, létra, vissza, -vissza. A kerítés, na hogy megdrótozom, ne jöjjön be az a rohadt kis vakarcs, összetolni a kertet, úgy befonom, elmegy a kedve a furakodást, vagy betongerendát is lefektetek alulra, ne jusson eszébe ásni, azt a dögöt kellene megrugdosni, majd nem akarná a más kertjét összecsinálni, meg lesz ne a szár, szárító aljára is ráerősítem azt a két deszkát, kigondoltam, hogyan kell ez a sok idő, a kigondolás, amíg a jó ötlet megszületik, a többi pikpak megy. Olyan talpa lesz, nem dönti el a teraszon a szél, garantálom, bízd ide. Nem fog kiszáradni a berkenye ott parkol a nejlonzacsiban, ahogy a stárkül kiszállította. Nem felejtettem én el? A múlt héten is említetted fel, van jegyezve az agyamban csillagom. Olyan biztonságban őrzöm az adatot, mintha Svájci szívben tartanád, vagy a NASA szerverén. Gödrötások alá kis trágyát, nem túl közel a gyökérezne, hogy, hogy kisüsse. Adok vizet bőven, hadd szóljon. Égig fog nőni az a cserje, terem, mint az öreg ördög, ha Isten is úgy akarja. Biztos ne hívd az asztalost. Megigazgatom az ablakok autók, ajtók pántját, tekerek párat, az imbisszel már is jól jár, kis van az ilyesmi. Hey. A gyerek íróasztalának a keresztmerevítője kiszurkálja az oknikat. Ez a gyenge pont, mindig ez megy tönkre. Mondtam, ne rugdossa, mégis rugdosta, sokat tanulni való, benne van az ideg, kitehet róla. Van ám a műhelyben jó kis falnyag, mindenféle méretben, mi lenne, ha engedtem volna kidobni. Siránkoztál is költözéskor, minek az a sok deszka? Használt veszük, de azt ám. Megcsinálok mindent, régóta húzódik, ezt aláírom, de felrakom a képeket a falra, bevágom a polcot a szekrénybe, felfúrom az akasztókat, beleeresztem a padlóba a tompító gumigolyót, ne üsse szét a szekrényt az ajtó kilincse, a kitört konnektor kicserélem, minek szerelőt hívni, van itt férfi erő, csak nem pont most lesz, muszáj munkával szaladnom, kivadászza le a mamutot angyalom, na ki. Úgyhogy szokták mondani, hogy férfi ember mindent megcsinál ö, oda odahaza, mindent összebarkácsol, szükségtelen erre fél évente emlékeztetni. Szia Grillus Dani, megjött Dani. És hát most aztán reméljük, hogy, hogy van idő, van idő mindent is megcsinálni, sőt mindent is többször megcsinálni. Aztán ugye a digitanulással tanulással is sokan, vagy még többen átfüggnek az internetre, vagy legalábbis az internet szakszerű, vagy, vagy rendeltetésszerű használatára. És jöjjön akkor egy ilyen kis chat történetke. Az a címe, hogy chat És hát egy, ö, ki fogjuk találni a szereplőket, nem mondom külön, hogy könyök hajlátban. Nem mondom külön, hogy ki kicsoda, remélhetőleg kiderül. Chat ablak. az új profilképed állat, kaktusz lennék, szurnálak. Kaktusz lennél, nem locsolnának. Nem ma, a kaktusz víz nélkül is bírja. Sósább locsolnának? Nem már, ne légy édi legyél. Minek legyek édi? Mert a kicsini az legyen édi. Ezt azért mondod, mert görény is vagy, nem csak hülye? Annyira azért nem vokhányás. De igen, focista hajad van és tyúk mellett. Ozz a bátyám. Ja, akkor ocsmánya bajszod. Ozz meg az anyám. Akkor rajta se vagy a képeidem? Csak hogy rájöttél. Filozófia szak. Na-ná, na, világegyetem, húzzelológia tanszék! Ne legyél már ilyen! Ne legyek már milyen! Ne legyél egyik! Te viszont legyél olyan, mint a körömlak, mert az színes, nem mert az lekopik. Most hülyére kéne röhögnöm magamat? Ennél hülyébre úgy sem menne. Ha lekopnék, az se lenne jó neked. Mert miért nem? Mert akkor kit szivatnál vérbe. Szerinted nekem öröm téged szivatni? Különben miért csinálnád? Hogy anyádba elhúz! Tudod, hogy miért nem törösz ki engemet a francba? Nem tudom, de félek lesz, aki elmondja. Mert te ezt a tél vezet. Ki akarsz kezdeni velem? Én veled? Épp olyan ribi vagy, mint nezer másik. Aha, szóval ribi, aki szóba áll veled, hapicsa, aki nem. Te aztán dög vagy. Te meg pióca, lemerül tőled az aksim. Nincs jobb dolgod? Minnél? Ennél. Dolgozzál inkább. Munkaidő vége. Vidd le a kutyát! Nincs kutyám. Nézzél pornót! Akkor kapcsiz videóra is csináljad. Kéne mi? Kezeld magad drótkefével, és pusztulj innen, nem is ismerlek. De én ismerlek. Frászt ismersz, csak a profilképemet. Tévedsz, mindet tudok rólad. Ja, te vagy a Putyin, meg a Trampli, meg a Soros, meg a cukorbeteg. Azt hiszed vicc, de nagyon nem az. Tudom, hogy hívják anyádat. Kovács Marian. Nagy szám. Meg azt is, hogy most a fizika dogára kéne készülned, ahelyett, hogy perverzekkel csetesz. Hé, basszus, hát ez meg hogy? Tanulás után leviszed a szemetet, apád a konyhából. Na no, hát ez volt a kis csattanócska a végén, erre a történetre volt úgy felépítve az egész szöveg. És hát tényleg el tudjuk magunkat rendesen engedni ezen a jó kis interneten. Most aztán már, már, csak azt kéne meg... Ja, megvan, megvan, megvan. Azt kéne megtalálni, hogy hol van az utolsó írás, vagyis hát nem az utolsó. Remélem, hogy nem az utolsó írás, még, a, még azért a koronagyarmatok nem? Ö, hanem a harmadik írás, az ugye sokat beszélgettünk már, vagy hát, ö, ö, emlegettem már a mindenféle magyarságos dolgokat, és ugye négy könyvet írtam erről, de hát maradt még történet, ami ebbe a a kis gyűjteményes mindennapra egy sztoriba is belefér, nevezetesen. Hát ugye sok mindenhol lehet a mi magyarságunknak a gyökerét keresni, de leginkább a gasztróban van benne, tehát az aztán egy olyan pont, amit mindenki nagyon szeret, mindenki nagyon érdekel, a gasztró angyalok és egyéb séfek gyomránál fogva, nem csak a magyart lehet, meg nem csak a magyar férfit lehet megfogni, hanem mindenkit és hát nagyon-nagyon mások, komoly kultúrsokkok tudnak bennünket érni ezzel kapcsolatosan. Én például, bár 17 évig tanítottam francia tanszéken, nagyon sokat jártam ki nyelvterületen, de ezt a csiga ügyet, ezt, ezt, így, ezt így sehogy nem tudtam megemészteni. Annyira, hogy sikerült elkerülnöm az elmúlt 30 évben, amíg francia kultúrával és irodalommal foglalkoztam, 38 könyvet lefordítottam, sikerült elkerülnöm, hogy csigát kelljen ennem. Szóval valahogy, valahogy nem, nem, jött, hogy nem, nem, láttam jönni, ahogy mondják majasan, ezt a csiga ügyet. És egyszer valahol Champagne és Burgony határán egy kicsi faluban nagyon-nagyon aranyos helyekkel elkezdtünk beszélgetni, és hát gondoltam, hogy eljön a, eljött most aztán az a pillanat, ami az igazság pillanata, és hogy a, most aztán elmondhatom nekik a tutit, a, a kulturális szakadékokat, áthidalhatjuk, és talán megértik, hogy hát nekem ez a csiga ügy, ez miért nem. És meséltem nekik, hogy nem, és mi hidegvérűt nem eszünk, és nem nem az, hogy nem kóser, vagy valami, csak hogy nincs benne a magyar kultúrában, és hát csiga az, az sehogy semmi én Nagyon megértően néztek rám, és mondom, na... Hát végre ezek szerint átment az üzenet, de ez olyan, mintha egy magyarnak azt magyarázni, hogy a csirkepörkölt ehetetlen, szóval azért legyünk őszinték. És, és akkor mondták, ilyen, szána, ilyen nem, nem oda, ilyen jó, jó őszinte együttérzéssel mondták nekem, hogy hát igen, megértik, mert biztos nem kóstoltam még a limuzini csigát, ami fekete és ilyen jó húsos, na azt kóstolja meg egyszer. Tehát ők igazából úgy vették a történetet, hogy én, én még nem ettem igazi jó csigát, mint ahogy ha valaki jön nekem mondjuk egy tájföldi, hogy hát a csirke pörköt, az lenyelhetetlen, hát ő elhányja magát, akkor azt mondom neki, hogy persze, mert az én anyukám meg az én nagymamám, nem kóstoltad még öregem. Úgyhogy ők is így vannak vele. Akkor tettem le, hogy a kulturális szakadékokat áthidaljam, itt egy elvileg kisebbnek látszó kulturális szakadékról van szó, de azért ez is elég hatalmasnak bizonyul. Az a címe, hogy falat. Volt egy magyar tanárnő, pontosabban egy német tanárnő. Szóval egy magyar nő, aki nem német, csak németet tanít. Volt egy német barátnője, aki német és tanárnő, de nem német tanárnő. Szóval volt egy magyar nő, meg egy német nő, két tanárnő, csak ez így túl egyszerűen hangzana. A német nő meghívta a magyart világot látni. A magyar hölgy ment is. Repülőre ül, de fapadosra. Na ezért nem játszódhatna ez most. Olcsó repülőnek híg a leve, nem, akar, nem, adnak ingyen enni. Magyar ember nem vesz pénzért kaját a levegőbe. Ez ősi alapelv. Az alkotmányban is benne van. Majd még mit nem, a maléven nem kellett fizetni érte, most se kell, mert nincs malév. Megérkezik a magyar nő Kölnbe, szeme kopog az éjségtől, a német nő fogadja. Azt találtam ki, hogy hazamegyünk hozzánk, bekapunk egy falatot, majd városnézés. Jó lesz így! A magyar nő nagyot nyel, bólint. Miért is? A dolog mögött szótári félreértés lappang. Mit jelent magyarul bekapni egy falatot? Egy hordó aranyló húsleves, fél mázsa rántott hús, petrezselymes krumplé rogyásig, pacalpöri nagylavorral, öt-hat tepsi csirkecomb, vájlin kaszinó tojás, Kazalnyi savanyúság, egy hektoliter francia saláta, amit a franciák különben kikérnek maguknak, ezért orosz salátának hívják. Plusz, a hajnaltól süt, most éppen a negyedik fajta rétes nyújtja, gyere, egyetek, angyalom, éppen a kerítésnél tartvá. Nos, németül bekapunk egy falatot, nem ezt jelenti. Hanem három darab korpás kekszet geometrikus alakzatban a terítőre helyezve, s rajta egy-egy karika banánt. Hmm ezt mind felfalták, iszonyú pusztítás, majd három-négy óra intenzív városnézés során végignézték az összes porigromból templomot, melyet az akurátus németek tervrajz alapján kockánként építgettek újjá. A magyar nő már alig élt. Lelki szemei előtt egyetlen szó lebegett. Vacsora! Ez is szótári félreértés, hiszen magyarul a vacsora annyit tesz, mint Bekapunk egy falatot szor három, plusz nagyika éppen a 12. sütinél tart, na még egy kis könnyű serbó, darásfészket, hájas tésztát, gyerekek, egyetek. A német vacsora mást fed. Fér, feleség és vendég kapott egy-egy szelet kocka kenyeret. Rá egyetlen szelet felvágottat. Plusz intelligens beszélgetés Wittgenstein filozófiájáról pár nap ridegtartás után a magyar nő vendéglátója elé állt, és coming outra kényszerült. Ha ez így megy tovább, ő éhen pusztul, pedig igazán nem a nagy étkű, csak hát... Magyar... A német nő elkerekedett szemmel nézett rá. Ó, éhes vagy, hiszen ott a hűtő. Egyél, amit szemet szállt, kíván! A német hűtőzabáló népség. Számára a darwini küzdelem ott dől el, az étkezések puszta társadalmi formalitásnak minősülnek, ezért van, hogy jürgenke a cserediák, aki bosszantóan turkálja a papa által négy napig rotyogtatott igazi birkatokányt, a házigazdák felháborodására ráveti magát a hűtőre, és kieszi belőle a lajoskája, és mindenki agyonver, aki hozzáér, láthatatlan felirattal ellátott joghurtot. Magyar ember számára a hűtő szentség. Már a delejes fény is, amely ajtónyitásra kihull belőle. Az ilyesmi nem tréf a dolog. Más hűtőjébe beleenni, épp úgy illetlenség, mint hitvesi ágyában szerelmeskedni. Na no, hát mesélte egyik olvasom, hogy neki volt egy holland nagynénje, és amikor kim voltak náluk, akkor az volt a metódus, szépen meg ebédelgettek, és a holland nagynéni nyakában lógott egy kulcs, és kinyitotta vele a szekrényt, és onnan kivette a desszertet, mindenkinek adott egyet, aztán visszazárt a kulcsal a következő ebédig. Tehát a hollandos vendéglátás. Egyébként ö, azt hiszem, hogy karantén időkben ez egy megbecsülendő erény, pláne, hogy most nagybőtre esik, és ö, ilyen formán ö, nekem ebben benne van ebben a, ebben a húzásban, hogy, hogy hát ö, e, teljesen értelmesen, mivel nincs itthon végtelen mennyiségű ennivaló, kicsit kevesebbet teszünk, mivel bőjt van, amúgy is kevesebbet teszem, szóval én most ráálltam erre a ritmusra, pedig elég nagy magyaros zabagép vagyok. Hát volt egy nagymamám, aki az összes földrészt, kontinenst, a világ összes országát kisütötte rántott hús formájában, egyetek aranyom, ő volt az a típus, aki úgy született, hogy már jó volt lakva. Nem, nem, én már gyerekek. Mindig üldögélt, amíg mi ettünk. Így összetett kézzel, és nézte, hogy eszünk. Hát ez volt az ő gyönyörűsége. Tényleg mindenkinek mindene volt. Egy fantasztikus, jószívű, aranyszívű uh, parasztasszony. És hogyha leesett a villa, akkor, akkor, rohant, hozott új villát, akkor hogy még egy kis savanyúság, ígyatok egy kis papa megyborából, papa megyborá retteltes volt. Szóval, ő volt az, aki, a, aki az abszolút gondoskodás volt, és tényleg nem tudta volna elképzelni, hogy két-három-négyféle sütemény nélkül ne fogadjon bennünket, és még vigyünk haza magunkkal, tehát napokig, akkor még nagy is volt oda haza. Hát most legfeljebb virtuálisan süthetnek a nagyikák nekünk sütemény, de ez egyik kedves ismerősöm Szegedi Katalin nagyszerű illusztrátor oldalán láttam egy jó tippet, úgyhogy megosztom veletek, hát, hogyha nektek is jól jön, hogy ők mentek már karantén vendégségbe. Azt úgy csinálták, hogy szépen felöltöztek, isminkáltak, minden, mint hogy csak valaki ezt tényleg mennének vendégségbe. Összebeszéltek a másik házaspárral, akihez átmentek úgymond virtuálisan. Összebeszéltek velük, hogy mi lesz, ki mit fog enni. Az asztal közepére letették szépen a, nem tudom, a laptopot vagy a, vagy a mobiltelefont, és ugyanúgy beszélgettek, mint hogy az azt a másik felén ülne, ülne az a házas hát a másik felén ül, csak az a másik fele, az mit tudom én, több, több, tíz kilométer távolságban volt tőlük, úgyhogy ez abszolút megvalósítható, mi most csodálkozunk rá, főleg ilyen, ilyen ima összejövetelek voltak olyan barátokkal, akikkel nagyon-nagyon jó együtt imádkozni, viszont hát mindig az van, hogy akkor be kell ülni, akkor másfél óra oda, akkor, akkor be kell akkor még, még estig eltart, akkor másfél óra vissza, és akkor meggondolja az ember, hogy hát ez most nem fog összejönni, főleg kicsi gyerekkel. Így viszont, hogy itthon a nappalinkban vendégeskedhetünk, ez azért egy nagyon nagy előny. Most nem, nem kincstári optimizmus, csak hogy, hogy, attól, hogy vannak tényleg nagyon szomorú és nagyon leverő, fájdalmas dolgok, hát tegnap a Szentpéter bazilika előtti teret kihaltnak látni, ott át az esőben egyedül a pápa is mondta az urbiatorbi áldást, szóval tényleg nagyon, szívszorító az egész, és szívszorító hírek jönnek mindenfelől, de nem kell attól elfelejteni a szívünknek a megrendülését, hogy kihasználjuk azokat az előnyöket, amelyek a helyzetünkből adódnak, és valaképpen a kedves Melinda a Szabadka melletti hajdújárásról néz minket, úgyhogy ez a vendégség tulajdonképpen szellemi vendégségként így most meg is valósul. Hát erre jó az internet, úgyhogy használjuk az internetet, amire jó, és gondoljunk arra, hogy a, amikor mi kétségbe vagyunk esve, akkor a cső végén is vannak kétségbe esett emberek, és együtt mennyivel jobb lenne nem kétségbe esni meg az egymás kétségbe esését görgetni. Én tényleg tiszta szívvel biztatlak erre benneteket. Úgyhogy vigyázzatok egymásra, jövök felolvasásra, mint tudjátok, minden 6 órakor délután, és minden áldott nap délben. Sziasztok, ne fertőzzetek, ne fertőződjetek, ne koslassatok, ne császkáljatok, maradjatok otthon.